Már a nyár második hetében megkezdte a felkészülést az új szezonra a szombathelyi Haladás. Azért ilyen korán, mert novemberben kezdődik a katari labdarúgó világbajnokság, ami karácsony előtt ér véget. Emiatt valamennyi európai bajnokság pontvadászata korábban kezdődik. A Merkantil Bank Ligában érdekelt szombathelyi Haladás kerete a nyáron alaposan kicserélődött. Németh Szabolcs együttesétől 18 labdarúgó köszönt el, míg 15 érkező játékos vár bizonyítási lehetőségre. A bajnoki nyitányon az egyik legkellemetlenebb stílusban játszó Csákvár lesz Németh Milánék ellenfele, amely az előző évadban a 12. helyen fejezte be a másodosztályú bajnokságot. A Haladás a 6. pozíciót szerezte meg, és idén is komoly célokat fogalmaztak meg a játékosok. A zöld-fehér együttes egyik legeredményesebb labdarúgója, Horváth Rajmund szeretné, ha csapata a feljutásért lenne versenyben. Hát én az első három helyen, de inkább az első két helyen lennék elégedett. A fiatal lendületes játékra fogunk törekedni, rutinosabb játékosokkal kiegészítve, és hát remélem, hogy minél sikeresebbek leszünk. Ebbe a stábnak is nagyon nagy szerepe lesz, de úgy gondolom, hogy elég jól fel fognak minket készíteni. A Haladás biztató eredményeket ért el felkészülési mérkőzéseken, és győzelemmel szeretné kezdeni az új szezont. Vasárnap hazai környezetben fogadja a Csákvár csapatát a Vasi együttes. A találkozó 17:30 perckor kezdődik a Haladás sportkomplexumban.